kulturális műsorok a színpadon, finom ételek a rengeteg bográcsban és jókedvű társaságok. Ez a látvány fogadta azokat, akik szombaton kilátogattak Závodra. A településen ekkor és pénteken tartották az itt hagyományos forgófesztivált. A kellemes nyárvégi időjárásnak köszönhetően nem csak a helyiek, hanem a környező településekről is sokan kilátogattak a programokra. Egy igazi tüzes vegyes pörköltel, köröm, csülök és combhússal, csak disznóba utazunk. Ez volt az igény, szeretik a jó cupákos húsokat, kell a kollagén, ugye ilyen korban már, ami az üzületekbe épül, úgyhogy szerintem maximálisan kielégítettük mindenki igényét, aki nálunk evett. A Forgó Fesztivált 20 éve tartották meg először, az akkori résztvevők közül sokan még most is minden esztendőben ott vannak, sőt olyanok is akadnak, akik folyamatosan összemérik gasztronómiai tudásukat másokkal. Haverok néven neveztünk, mi itt helybéli závodiak vagyunk, itt nőttem föl, itt születtem, nem, a Bonyhádi kórházban, de ebben a faluban nőttem föl, és hát a haverok az úgy alakult, hogy évek óta mindig barátokkal főzünk, és akkor ez lett a csapatnevünk. Minden évben részt veszünk ezen a rendezvényen, mert imádjuk. A mostani kerek évfordulóra kétnapos programmal készültek a szervezők. Egy nagyon kis településről beszélünk, tehát így az a 28 főző, ez egy igen szép létszám. Most többen vagyunk talán itt a rendezvény helyszínén, ugye, mint ez a település összlakossága. Hát igazából a kulturális műsorok közül mindenki megmutatkozik, aki német, székely, bármilyen hagyományőrzés, az énekkarok, a tánccsoportok, azok közül is igyekeztünk mindig a kisgyerekektől egészen a felnőttekig bemutatni mindenfélét. Hagyomány, hogy minden esztendőben egy-egy tematika adja a programok gerincét. Jövőre a helyi építészet áll majd a fókuszban. Závodon nagyon sok építészeti érték lelhető fel, főként ugye védett épületek vonatkozásában. És ezzel kapcsolatban a képviselőtestület már elkezdte a munkát egy új településképi rendelet kidolgozásába, ami azt gondolom, hogy elsődlegesen a képlékenységet próbálja a szabályrendszerrel tető alá hozni, de nagyon fontos precedens értékűnek gondoljuk ezt a rendeletet, hogy mit, hogyan lehet. Itt mindenképpen egy együttműködés, egy konzultációra van szükség. Závodon tehát biztosan lesz jövő nyáron is forgófesztivál.